Csobbanás előtt fontos a bemelegítés, az úszáshoz minden izomra szükség van, tudják ezt jól az ifjú úszópalánták is. Ez a diákolimpia egyik, hanem legnépszerűbb, de kétség kívül népes megmérettetése. A városi döntőn majd 500-an indultak. Az elsőtől a hatodik korcsoportig, azaz általános és középiskolások egyaránt vízbe ugrottak. Most ugye a medence 33 méteres, ugye vagy 25 vagy 50 méteres medencébe szoktuk megrendezni, így az 50 méter helyett 33 métert úsznak, 100 méter helyett pedig 99-et. Gyorsúszással kezdenek, utána hátúszás, és utána pedig a váltó. Szolnokon sok gyermek vízilabdázik, úszik, ők kétségtelen választott sportáguk miatt előnyben voltak az amúgy kajakozó, focizó vagy éppen kosárlabdázó diáktársukkal szemben. A cél azonban, bár nyilván győzni a legjobb, az volt, hogy mindenki elinduljon ezen a jó hangulatú viadalon. Meg lehet mutatni, hogy mennyi tehetség van a gyerekekben, és hát lehet érmet szerezni, hogy az is jó. Az érmeket természetesen az úgymond profik szerezték meg, úszók, vízipólósok. Közülük többen már megyei bajnokságot is nyertek, vagy országos döntőn is medencébe csobbantak. Ez lesz a 6. évem, ahogy úszok, és én azért szeretem ezt az úszást, mert fel tudok oldulni, kellemes, meg nagyon szeretem, és ez a kedvenc sport, úgymond. Nagyon sok aranyérmem van, ezüstöm is van, bronzom is van, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy idáig el tudtam jutni. Már nagyon régóta úszok, és úgy kerültem úszásra, hogy anya elhozott egyszer úszni, mert ő meg akart tanítani nyáron, hogy tudjak a Balatonba úszkálni, és ezért kezdtem el úszni. A legjobbak azon túl, hogy felállhattak a dobogó egyes fokaira, kvalifikálták magukat a megyei döntőbe is, amit február elején Karcagon rendeznek.